Orbán Viktor, Doblev Klára és Toroszkai László vidéken Gyurcsány Ferenc az újpesti piacon kampányolt a választás előtti utolsó napon. A Momentum a háborús plakátokat fóliázta le az ország több pontján is. A miniszterelnök szerint, aki békét szeretne, a Fideszre szavaz. Doblev Klára pedig úgy véli, a DK az ellenzék egyedüli reménysége. Mindenkit buzdítunk arra a telefon és minden lehetséges csatornán, hogy vegyen részt a választásokon. A Fidesz 1 millió találkozást ígért a kampány utolsó napjára. 50 ezer aktivista mozgósít országszerte, köztük miniszterek és maga a miniszterelnök is. Orbán Viktor Facebook posztban jelezte, padlógáz, mert a tét hatalmas, és minden szavazat számít. A kormányfő szerint, aki békét szeretne, az a Fideszre szavaz a vasárnapi választásokon. A magyar baloldalt külföldről pénzelik, onnan gurítják be nekik a dollárokat, és aki a pénzt adja, az rendeli a zenét, ezért a baloldal vezetői háborúpártiak, mert a gazdáik ezt rendelték el. Doblev Klára is az országot járja a választás előtti utolsó napon. A DK EP lista vezetője kiemelte, mindenkit meg kell győzni, hogy menjen el választani. Hát egyedül maradtunk. Mi egyedül vagyunk most az ellenzék reménysége. Nincsen rajtunk kívül más. Szerintem viszonylag világos a helyzet. Mindeközben Gyurcsány Ferenc Budapesten, az újpesti piacon tűnt fel. A DK elnöke úgy véli, az ellenzéki oldal nagy és meghatározó ereje a választások után is a DK marad. Bár Magyar Péter elutasította a 2026-os együttműködést, ő továbbra is nyitott lenne, ám nem mindenáron. Mi nem kéretjük magunkat, megfordítva se tesszük a dolgunkat, a választók a végén eldöntik. Koalíciók nem azért jönnek létre, mert egy párt koalíciót akar kötni, hanem a választók úgy döntenek, hogy csak koalícióban van többség. Úgyhogy nem érdemes itt a pártvezetőknek mindenfajta éles, meg nem éles nyilatkozatait figyelni. A DK-tól pár méterre a Kutyapárt passzivistái is talpon voltak, hogy minél több embert elcsípjenek egy-egy szóra. A legfontosabb üzenetünk ezen a választáson az EP-be és önkormányzati szinten is, hogy a hatalom ne csak beszéljen hozzánk, hanem beszéljen velünk. A Mi Hazánk elnöke is a vidéket járja. Fórumokon igyekszik minél többeket megszólítani. Toroczkai László szerint egyedül ők képviselik majd a magyar érdekeket az Európai Parlamentben. Mi vagyunk az egyetlen olyan politikai erő, amely nem akar beülni, nem akar bekérezkedni valamelyik olyan globalista frakcióba, amely éppen a háborút táplálja most Ukrajnában, és finanszírozza az európai adófizetőkkel Ukrajnát. Közben a Momentum aktivistái az ország több pontján is lefóliázták az általuk úszítónak titulált háborús plakátokat. Donát Anna, a párt elnöke nemrég úgy fogalmazott, nem hagyhatjuk magunkat megfélemlíteni és rettegésben tartani.